Eles László and Maté Fejes. Eles László és Maté Fejes, ahogy bejelentette a műsorközlő, azaz László Emese és Fejes Máté, akik annak köszönhetik, hogy életük első világbajnokságán vehetnek részt, hogy Hoffmann Nórát és Maxim Zavozint továbbra is üldözi a bal sors. Hoffmann Nóra sérült meg elég csúnyán a New York-i edzésükön, a fejét ütötte be a nyitva hagyott palánkajtóba, úgyhogy ők nem vállalhatták itt a világbajnokságon a részvételt. Magyarok, akiknek Hoffmann Nóra és Maxim Zavozin helyett kellett beugraniuk a Los Angeles-i világbajnokságra, és akik 30-ból a 29. helyen állnak, picit izgultak, nem? Nagyon izgultak én szerintem, és ezáltal sok apró hibát vétettek. A forgás, ami előírt ellen, ez volt az első ellenük, ott a fiú letette a lábát, tehát ezért levonás jár. A hosszanti nem tartásban végrehajtott lépéssoruk nagyon lassú volt, nem volt szinkronban. Az egyenes vonalú emelésük, az tulajdonképpen azzal nehezítették, hogy a fiú egy lábon volt. A twizzl soruk szintén lassú volt. És volt nekik egy második emelésük, ami megengedett, de ezt nem számítják bele a technikai pontszámokban, hanem a koreográfiánál fogják értékelni a bírók, mert ebben az idei originálben egy emelésnek kell lenni, a második nem tiltott, megengedett. És volt nekik az a bizonyos kör alakú lépéssoruk a legvégén, ami szintén előírt ellen, hát az is elég lassú volt. Itt lehet majd látni, hogy a forgásnak a második részében, most mikor föláll, itt letette a lábát. A forgást végig egy lábon kell végrehajtani, és azzal lehet nehezíteni, illetve akkor fogadják el a bírók, illetve a technikai panel valóban forgásnak, ha mind a ketten egy lábon mennek bele.
Az eleje az a lassú, blúzosabb rész, mint hogyha az nem feküdt volna nekik annyira, aztán amikor indult a swing, akkor talán addigra egy picit belejöttek, mintha fellélegeztek volna, de ők azért még nagyon-nagyon sokat kell, hogy fejlődjenek ahhoz, hogy itt tényleg oda tartozzanak mondjuk egy világbajnoki mezőny első felébe, itt a nehezített emelés egy lábon. És ami szerintem zavaró náluk, legalábbis így tévén keresztül, a tartása. Kislánynak elég púpos a tartása. De ezek kijavítható hibák, nem? Persze. Hát ők nagyon fiatalok, és tényleg életük első szenior versenye. Amire ráadásul gondolom úgy lélekben nem is nagyon volt idejük felkészülni, mert azért elég hamar és elég hirtelen jött ez a lehetőség. Nagy Sándor mellettük, akit megszokhattunk már, Hoffmann Nóra és Elek Attila mellett, és aki maga is jégtáncos volt, és vett részt világversenyeken Remport Gabriellával az oldalán, akivel párosan edzik a versenyzőiket. És nagyon sokszor indult ő maga is Európa és világbajnokságon, feleségével, Remport Gabriellával. Ők nagy harcban álltak a 80-as évek elején Engi Klárival és Tóth Attilával. 20,3 pont a technikára, 14-14 nagyon alacsony pont